Start. Startan indult a Kincsenparkban a harmadik ügető verseny, Ügyeske és Uzsok indult gyengén, jól startot vett Underworld, aki papíron a legjobb esélyt képviselte. Solti Geri beül majd a vezetőló mögé a falra, kívül pedig Vihar Ergi ifja Veressel kezd gyorsan, illetve Vanderle Nagy Ferenc kettővel. Hiba nélkül jött el az egész mezőny, amikor még valamivel több mint egy és egy jó negyed kör van hátra a futamból. Fölmegy a második pozícióba Vihar Ergi a vezető favoritló mellé. Vezetett Underworld, majd jön mögötte Vihar Ergi, mögöttük pedig Vanderle színeit látom a harmadik pozícióban, mögötte két hosszal Solti Geri, majd jön Underworld tréning társa, Vaku MQ vezér emesével, libasorban rendeződik a mezőny végén jelen pillanatban Uzsok színei látszanak. Uzsoknak azért már komolyabb a hátránya a többiekkel szemben. Változás az élen, valamivel több mint egy kör van hátra, és Vihar Ergé könnyen átvette a vezetést. Nagyjából egy hossz az előny Underworld, de szemben ezzel egy időben pedig ketten is megindulnak a háttérből, jön Vaku MQ, Vaku MQ mögött pedig Ügyeske is megkezdi az árkózást, egyedül Uzsoknak van egy komolyabb hátránya, sőt, ez általán reménytelenné válik, hiszen Uzsok senkitől sem zavartatva ismét elugorja magát, és ezzel gyakorlatilag kiesik a versenyből. Vezetve mindig Vihar Ergé, nagyjából két-három hossza jönnek mögötte, a többiek méghozzá egy csomóban. Underworld a második mellé, most már Vaku MQ tud fejfej mellett felzárkózni, aztán érkezik Vanderle, valamint Ügyeske párosa, és Solti Geri a boly végén sincs egyáltalán kiszakadva. Úgy tűnik, hogy lassacskán azért az utolsó 700 kezdetéhez érve utolérik majd az üldözők a vezető Vihar Ergét, de egyelőre még azért komoly pressziót nem tudnak rá gyakorolni. Kívülről Vaku MQ látszik most másodiknak, Underworld könnyen tartja magát ott a falon a harmadik pozícióban, a Solti Geri tőle egy kicsit befelé egy-két póznát kerülni is tud, és egyre nagyobb a hátránya a vezető lovakkal szemben. Az élmező nagyon jól együtt van, Solti Gerinek azonban gondjai voltak a boly végén, Vanderle a frontban pedig továbbra is Vihar Ergé, mögötte pedig a két csordás idomítás, akik mögött Ügyeske, Tapad és talán még Vanderlében is van annyi, hogy küzdjön a dobogóért. Szemre könnyen kézből jön Vihar Ergé és ifja Veres, mögött azonban most már egyértelműen lendületben van Vaku MQ, Zsákutcában Underworld, aki nagyon jól kezdte ezt a futamot, viszont visszavette hajtója, és lehet, hogy ez a veszte lehet, már csak egy olyan jó 150 méter van hátra, hárman teljesen együtt és kívül, Ügyeske egyre erősebb, Vanderle is támad, teljesen Zsákutcából jön ki majd a végén, talán Underworld, lehet, hogy ez a versenyébe kerül, mert Ügyeske a végén hazaér, Underworld végül a második, célfotó a harmadik helyre, talán Vanderle elcsípi a bronzérmet, látványos jó verseny volt itt a Kincsenparkban.